30 évvel ezelőtt rendezték meg először Szekszárdon a Pszichológiai Kultúra Hetét. Idén az egyhetes rendezvénysorozat összekapcsolódik a Mentál Higién és Műhely 30 éves születésnapjával. A programok hétfőn egy kiállítás megnyitójával vették kezdetüket. 30 évvel ezelőtt az éppen csak megalakult műhely ezzel a rendezvénnyel nyitott először az emberek felé, mondta Pócs Margit elnök. Nagyon gazdag a 30 évünk, ha az életfát megnézzük, és valakinek van ideje, energiá arra, hogy az életfának a virágait, leveleit, terméseit szemügyre veszi, akkor látja, hogy a 30 év alatt vannak folyamatosan úgy kifejlődött ágai, a törzsből kifejlett ágai a mentális műhelyünknek, amelyek megőrződtek és végigkísérik a 30 évünket szinte. Vannak olyanok, amelyek közben 3-5 év, 10-15 éves időt tartamot éltek meg, és természetesen vannak a legújabb hajtások és a legújabb ágak is. Ez egy kettősség, ugye? Nagyon fontos, hogy az alap küldetésünknek és a célkitűzésünknek megfelelően nyilván vannak alappillérek, vannak alapértékek, amelyeket folyamatosan őrzünk és fejlesztünk, de ez azt is jelenti a másik oldalt, hogy miután a lakosság, az embertársaink kiszolgálása, a lelki és a szellemi, mentális egészségének a megőrzése, megtartása, ápolása az egyik célunk a közösségi lélekvédelem mellett. Ezért ez azt is jelenti, hogy a folyamatosan érkező igényekre, az állandóan változó környezetünkre reagálva mindig újabb és újabb szolgálatokkal nyitunk a lakosság felé, és igyekszünk megsegíteni őket a lelki egészségvédelem területén. A programsorozatot az idén 30 éves műhely szervezte a Megyei Kórház pszichiátriai osztályával. Idén a Mentál Higién és Világnapon az Egészségügyi Világszervezet a fiatalok mentális problémáira és azok korai felismerésére hívja fel a figyelmet. A mentális betegségek stigmatizációjának a csökkentése, a betegségek megelőzése, a korai kezelésbevétel, a minél hatékonyabb kezelés és a rehabilitáció a cél. Az idei év különösen fontos azért, mert a fiataloknak a korai kezelésbe vételét tűzték ki célul, és a fiatalok megbetegedéseire hívták fel a figyelmet. Elgondolkodható az a tény, hogy a 15-29 évesek haláluk is statisztikájában a második helyen van a szuicidium, azaz az öngyilkosság. Ennek a hátterében pedig leggyakrabban egy mentális betegség, a depresszió húzódik meg. Tehát azt gondolom, hogy nem lehet elég korán kezdeni a mentál higiénére nevelést. Túlságosan erős egészségügyi kötődés, ez egy kicsit visszatartja az embereket a lelki egészség törekvésektől, mozgalomtól is, mert hogy ilyen stigmatizáló jellege van, hogy akinek erre van szüksége, azt talán akkor nem, ugye hát ismeri ezt a dolgot, hogy akkor azt talán nem egészen normális, ezt a bélyeget senki se szerette volna magára. De ha a közművelődéshez, egyáltalán a művelődési tevékenységhez kötődik, annak nincs ilyen megbélyegző hatása. És akkor már sokkal bátrabban vehetik igénybe, és nem véletlen, hogy most is, hogy egy művelődési intézményben, központban vagyunk, ez kezdettől rányomta a bélyegét most a legjobb értelemben erre a mozgalomra, hogy a művelődéshez kapcsolódott, de nem csak helyileg, és nem is csak az elnevezésében, meg szervezeti kapcsolatában, hanem abban is, hogy azt mondtuk, hogy a különböző kulturális tevékenység azok maguk egészségvédő, lelki egészségvédő jellegű tevékenységek. A Mentál Higién és Műhely a jelképes önkéntes stafétát a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének, a Polip Ifjúsági Egyesületnek és a Tolna Megyei Ilkó Egyesületnek adta át, amelyek szintén önkéntes alapon működnek.